Köszöntöm nézőinket, önök közéleti magazinunkat látják, Sarkadi Krisztina vagyok. Lássuk, mivel készültünk erre a hétre. Utcafórumokra várta a szekszárdi időközi választás Fidesz-KDNP-s önkormányzati képviselőjelöltje a körzetben élőket. Idén is megtartották a kenyér és az élelmezés világnapját. 1956-os forradalmat követő megtorlásokról szólt a Matthias Corvinus kollégium legutóbbi programja. Utcafórumokra várta a szekszárdi időközi választás Fidesz-KDNP-s önkormányzati képviselőjelöltje a körzetben élőket. Szollár Zoltán három alkalommal egyeztetett a választókkal kötetlen beszélgetés formájában. Azt mondja, amióta bejelentette az indulását, egyre többen bíztatják. A Kadarka és a Klapka utcák találkozásánál vártak közvetlen beszélgetésre lehetőséget nyújtó utcafórumra a környéken élőket Szollár Zoltán. A november 13-ai időközi választáskor a kormánypártok színeiben induló képviselőjelölt már hetek óta járja a családi és bérházakat, hogy az azokban élők igényeit, kéréseit mérje fel. Most pedig ő látta vendégül a városrész lakóit. Jegyzeteljük, összeírjuk, és pont ez volt a történetünknek a lényege, hogy nem ráöltetünk egy programot az itt lakókra, hanem összeállítjuk. Tehát azért hívtuk ide az itt lakókat, hogy összeállítsunk egy programot, amit ők szeretnének, ahogy ők szeretnék, és akkor így együtt fogjuk intézni a dolgait. Tele vannak ötletekkel, és ebből is látszik, hogy szerintem örülnek, hogy valami új kezdődhet ebbe a négyes számú választókörzetbe. Zebra elkezdve, járdák, kicsit ugye szemetes a körzet, ennek a megoldása, és nagy probléma, ugye, ahogy említettem is, hogy adott időszakban, régebben úgymond, amikor ezek a panelok épültek, akkor egyet zsiguli, egyet trabant volt még csak, amikkel be tudtak állni egy fa alá. Most ugye a 801 néhány panellakás van a dombtetőn, és úgy tudom, és úgy hallottam, hogy vetekszik a Szekszárnak az autók száma, egy főre jutó autók száma. Ez olyan 2,2, és ha kicsit matekozunk, akkor olyan 1700-1800 autóról tudunk beszélni itt a négyes számú választókörzetbe, és mondom még egyszer, csak a panelok körül, és rengeteg jó ötlet van, hogy kis halszálkás parkolók, kis zöld terület, ebbe egy kicsit belenyúlva, de muszáj lesz a fiataloknak engedni, mert kellenek a parkolók. Ezen a fórumon a legtöbben a járdák és utak felújításával kapcsolatban érdeklődtek, de felmerült több helyre új zebra felfestése is. Szívem csücske volt a már négyes számú választókörzetben, a kitágított részéről beszéljek, ugye Babics iskolába jártam én is, rengeteg barát ismerős a Herman Otton Kőrösin, úgyhogy sokan állítanak meg, hagyalog megyünk szórólapozni, hogyha beszélgetünk az itt lakókkal, hogy gratulálnak és örülnének, hogyha élennék a képviselőjük. Az utca fórumokon Horváth István Szekszárd országgyűlési képviselője is részt vett. Ő azt mondta, a kormánypártok közös jelöltje civil vezetőként már bizonyította, hogy képes és akar is dolgozni a választókörzetért, ezért ő a legalkalmasabb a képviselői megbízatásra. A felsővárosi kört, ami egyik legrégebbi szekszárdi civil közösség, ezt újra életre keltette és megtöltötte tartalommal, ebben a város részben élők legnagyobb örömére, szociálisan is nagyon érzékeny, és minden egyes tettével, minden egyes cselekedetével mindig a közösséget szeretné szolgálni, és amennyiben megkapja a bizalmat, akkor én azt gondolom, hogy a négyes számú választókerület valamennyi utcájának, valamennyi háztartásába el fog majd jutni, és a legjobb tudásával szolgálja az itt élőket. A hétfői fórumot kedden újabb követte, Szoller Zoltán akkor a Herman Otto és a Kőrösi utcák lakóival egyeztetett. Azt szeretném, hogy ezt a programot közösen együtt alakítanánk ki. A háztömbökben élők közül sokan elmentek a közös program tervezésre, ötletek pedig itt is szép számmal akadtak. Legtöbben a területen található játszótereket szeretnék felújítva látni, de ugyanúgy, mint ahogy Szekszárd többi részén, a parkolók számát is növelné a többség. A szavazókör utolsó város része a felsővárosi terület volt, ott szerdán került sor a lakossági fórumra. A helyiek közül többen személyesen is ismerik Szollár Zoltánt, hiszen gyermekkora óta ott él. Ott laktam mellette,
közvetlen egymás mellett. A nagyanyjánál laktak, és ott laktak a fiatalok is, és onnan ismerem. Én mellette laktam. Születi napokat is ő szokta tenni, akkor őszi vagy télbúcsúztató, meg ilyeneket. Mindent ilyen csinált ő. Nagyon kedves, aranyos, igazságos, és tenni akaró. Ez a legfontosabb, hogy tenni akaró. És nagyon bízom benne, hogy ez ezután is így lesz. Tehát ezért dukkolunk neki, és ezért vagyunk itt szerintem. A Zoli nagyon, nagyon, nagyon emberséges, nagyon szerető. Hát nem tudok rá mit más mondani. Nagyon szeretni való. Az egyik legnagyobb probléma szerint. Nem nekem, mert én úgy utazom, hogy nekem belefér az időmbe az, hogy jövök-megyek, de itt azért egyben azért nem csak olyanok laknak, akik milliómosok, meg három autójuk van, tehát itt azért nagyon kéne az a 10-20-as busz este, nagyon kéne, mert itt azért olyan emberek laknak, akik későn érnek haza, tehát mit tudom én, gyárba dolgoznak 10-ig, úgyhogy én ezt nagyon szeretném, hogyha ezt megváltoztatnák, tehát nekem úgy különösebben más problémám nincs, kisbabám nincs. Civil vezetőként Szoller Zoltánt rengetegen ismerik Szekszárdon, és legalább ilyen sokan vannak, akik szerint ő a legalkalmasabb jelölt arra, hogy a négyes körzet képviselője legyen. Őt emberként ismerem, és egy nagybetűs emberként, ő mindig kiállt a kis közösségünkért itt a Felsővárosba, és én azt remélem tőle, hogy ezután is az emberi érdekeket fogja majd képviselni. A kormánypártok szekszárdi frakciójának vezetője szerint Zoltán civil múltja olyan előnyt jelent, amire nagy szükség van a közgyűlésben. Olyan képviselője, ha megválasztják, olyan képviselője lesz ennek a körzetnek, aki az utcán jár, a földön jár, és a helyi embereknek a hangján tud beszélni, és megérti a problémákat, és szeretné megoldani is. Úgyhogy bízom benne, hogy elfogadják, megválasztják, és egy nagyon jó, agilis képviselő erősödik a Fidesz frakció. Azért ő a legalkalmasabb jelölt, hát eleve az, hogy harmadik generáció itt él a körzet, nem Szekszárdon, csak ebbe a körzetbe él. Tehát ez egy nagyon nagy dolog, ténylegesen helyi ember. Azon kívül kétkezi munkával, asztalosként dolgozott itt a körzetbe, jelenleg az asztalosságot úgytól már csak hobbiból űzi, és borászkodik, tehát ez megint csak a Szekszárdhoz, ehhez a környezethez, ahol most vagyunk, ehhez teljesen illik, és az itt élő emberek is nagy része hasonló dolgokkal foglalkozik, tehát ért a szőlőhöz, a földhöz, a famunkához, a Felsővároshoz, és Felsővárosi kört, mint civil szervezetet is úgymond felélesztette, újélesztette, új hagyományokat, vagyis régi hagyományokat éreztettek újra, például a Felsővárosi Bucsú egy ideig nem volt, most volt újra, azt hiszem most a Covid-dal megint nem volt sajnos, de reméljük, hogy jövőre újra lesz a Felsővárosi Bucsú, és ezeket a dolgokat, hát ha körülnézünk itt ezen a területen, ahol most vagyunk, ez a Kápolna tér, gyönyörű a tér, rendezett, szépen rendbe tartják, játszótér, parkoló, itt van a Kápolna is, hát ebbe a körzetbe, nem utolsó sorban van református templom, van katolikus kápolna, a Szoller Zoltán egyébként egy gyakorló református, egy hívő ember, a körzetben levő templom is itt van a körzetben, úgyhogy onnan is sokan ismerik, tehát szerintünk jó választás volt, és úgy tűnik, hogy az emberek szerint is, hogy eljöttek a fórumainkra, nagyon sokan megtalálták fel a hangot. A három utcai lakossági fórumon rengeteg információ hangzott el, Szoller Zoltán pedig azt mondja, a célja teljesült. Azt akarta ugyanis elérni, hogy a programját a helyiekkel együtt dolgozza ki, ezt pedig sikerült megvalósítani az észrevételeket felhasználva. De mindenki pozitív, és hadd mondjam azt, hogy kevés család volt, és egy kicsit, hadd beszéljek haza, büszkeséggel tölt el, hogy kevesen vannak, akik úgymond elutasítóak voltak velem szembe, de ezt pozitívan kell kezelnem. Ennyi embert nem is gondoltam, nem is reméltem, hogy ilyen sokan kijönnek, úgyhogy, és nagyon sok a támogatás, nagyon sokan keresnek, rengeteg ötlet van, indítványozás, zebra, tényleg útburkolat felújítás, úgyhogy bízok benne, hogy a következő években meg is tudjuk valósítani. Járom meg én is a utcákat, lakásokat, házakat, valahol voltam 3-szor, 4-szer, 5-szor, de kell elmennek 12-szer is. Úgy kitaláltuk, hogy a Borfaragóba, Bocskai 26-ba szeretettel várjuk azokat, akiket úgy érzik, hogy még szavazni szeretnének, vagy voksát rám szeretnék adni, akkor ott adott időpontban, amit Facebookon is hirdetünk. Szeretettel várjuk. Hajrá 4-es számú választókörzet, hajrá Szekszárd!
Idén is megtartották a kenyér és az élelmezés világnapját. A kettős ünnep alkalmából Szekszárdon kóstolást szerveztek. Szívem, lelkem beleadta, vegyétek meg! Megcsináltam. Békés cukrász tanuló diákok kínálták kenyérrel és kalácssal az általános iskolás gyerekeket a szekszárdi Gadai téren. A nem mindennapi akcióra a kenyér és élelmezés világnapja kapcsán került sor. Termékeket mutatunk be, a Pék cukrász tanulóink mutatnak be különböző kenyérféléket, illetve kóstolót is tartanak, saját készítésű kekszet is hoztak, mert a Pék cukrász szakmához ez is hozzá tartozik. Ezen kívül az érdeklődő óvodásoknak, iskolásoknak fűszerismereti bemutatót tartanak, fűszereket ismerhetnek, vagy fűszerekkel ismerkedhetnek, de ez is egy alapanyag a kenyérgyártásnak. A svájci székhelyű Pékek Világszövetsége 2001-es kongresszusán döntött úgy, hogy október 16-a legyen a kenyér világnapja. A mostani kezdeményezéshez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is csatlakozott. Mind a kettő olyan világnap, amihez az Agrárgazdasági Kamara méltóképpen tud csatlakozni. Nagyon jó a kapcsolatunk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, nagyon sok rendezvényünket támogatják, és elég szoros az együttműködésünk. Ez elengedhetetlen abból a szempontból, hogy minőségi szakmai oktatást tudjunk biztosítani a tanulóinknak. A Kamara minden évben szervezőként vesz részt a Magyarok Kenyere programban, aminek során idén a gazdák több mint 10 tonna búzával támogatták a rászorulókat. Ez is a kenyérről szól, a jótékonykodásról szól, az adományozásról szól. A Kenyér Világnapján is úgy ünnepelnek a pékek, hogy adományoznak az általuk megsütött kenyérből és az általuk megsütött péksüteményekből. A Magyarok Kenyere program is hasonló módon, karitatív módon működik. Mi is adományozunk, és az általunk megadományozott civil szervezetek pedig eljuttatják azokhoz a rászoruló családokhoz a megyei gazdálkodók által összeadott lisztet, akik tulajdonképpen erre rászorulnak. Vendégelőtt Tolna megyei elnök azt mondja, öröm látni, hogy még a nehézségek ellenére is ilyen segítőkészek a Tolna megyei mezőgazdászok. A gazdálkodóknak az aratás mindig egy ünnepnap, ez így volt a nyáron is, bár az az igazság, hogy az idei évet nagyon sújtotta az asszály, tehát kevesebb termést takarítottunk be, ez a nyári kalászos aratásra is vonatkozott, és vonatkozik most az őszi. Azt gondolom, hogy a kukoricát még inkább sújtja, és a napraforgót ez az asszályos időjárás, de a gazdálkodóknak a jó szíve, a jó szándéka, a jó indulata révén tudtunk az idei évben is hasonló eredményeket hoztunk, mint akár egy sokkal szerencsésebb időjárási körülmények között zajló gazdálkodási évben. A Kenyér Világnapján országszerte jótékonysági és kóstoltatási programokkal készültek a szervezők. A Matthias Corvinus Kollégium legutóbbi programján György Sándor a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos kutatója tartott előadást az 1956-os forradalmat követő megtorlásokról. A rendezvényen néhány olyan pert mutatott be, amelyekből kirajzolódik a hatalom megtorló és megfélemlítő szándéka, amely rendre felülírta a bizonyítékokat és a hatályos jogszabályokat is. Összeveszett az élettársával, az élettárs elmondta, hogy van otthon géppisztoly, a munkatársak kihívták a rendőrséget, és Fólya Ferenc Sándort kivégezték, de úgy, hogy egy olyan legendagyártást folytattak a rendőrségen, hogy ő a márciusban Újrakezdjük mozgalomnak a tagja, a munkásőröket akart vadászni, és ehhez a háztetőn a cserepet kibontotta. Az sem számított, hogy a cserepet azért bontott, mert beázott a tető. Ezúttal a Vármegyeháza adott otthont a Matthias Corvinus Kollégium programjának. Az eseményen György Sándor, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos kutatója, az 1956-os forradalmat követő megtorlásokról tartott előadást. Ugye október 23-án tört ki az eddigi utolsó, és remélhetőleg ez így is marad, utolsó forradalmunk és szabadságharcunk, ami eleinte úgy tűnt, hogy sikerrel jár,
Ugye elsősorban a kommunista rendszer megdöntése volt a cél, illetve nagyrészt a rendszer felszámolta magát az országos elégedetlenséget, illetve tüntetéseket látva. Másrészt, ami nagyon fontos mozzanat volt, hogy az ország semlegessége, a Varsói szerződésből való kilépés, illetve a szovjet csapatoknak a hazaküldése. Ez volt nagyjából a cél, emellett természetesen voltak bérkövetelések, több pártrendszer, de nem volt a legtöbb forradalmár csoport vagy szervezet, egy minimális közös platform mellett nagyon eltérő követeléseket, illetve kéréseket fogalmazott meg. A főbb események Budapesten zajlottak, de maga a forradalom az Debrecenben kezdődött, ott zajlott az első sortűz, illetve már korábban Szegeden kezdtek el diákok szervezkedni, ugye a MEFESZ név sokaknak ismerős lehet. Ez volt az első kommunista pártól, illetve pártállamtól független diákszervezet. Tehát itt már látszott, hogy 53-ban Sztálin halálával megindult egyfajta idézőjeles enyhülés, ezt nagyon idézőjelben kell érteni, és ennek hatására ugye kiszabadult a szellem a paracból, amit aztán már hiába próbáltak meg visszagyömöszölni. De hát november 4-én a második szovjet intervencióval lényegében elbukott a forradalom, fegyveres harcok azok Budapesten november 12-ig, országosan a meccsekben, ugye a meccseki láthatatlanok még november közepéig, második feléig kitartottak. Ezt követően zajlott még egyfajta fegyvertelen ellenállás, a munkástanácsok, különböző nemzeti bizottságok tüntetéseket, sztrájkokat szerveztek még decemberben. A kommunista-szocialista rendszer brutálisan megtorolta a forradalmat. 1956. december közepétől 1961-ig 231 embert végeztek ki, nem egyszer koncepciós elemeket tartalmazó perek után, vagy megalapozatlan, torzított ítéletek alapján. Emellett több mint 21 ezer főt börtönöztek be, és mintegy 16 ezer, 18 ezer főt kitelepítettek. A megtorlás az jóformán már november 4-ével megindult. Ekkor még egy jogon kívüli megtorlásról beszélünk, ugye sokokat lelőttek tűzharcon kívül, karhatalom, újjállakult karhatalom kegyetlenkedett, nem egyszer részegen nők is randadíroztak, összevertek embereket, és maga a jogi eszközökkel folytatott megtorlás, ez december 11-én vette kezdet itt a statáriummal, ami hivatalosan köztörvényes bűnözők és fegyverejtegetők ellen irányult főleg, de rengetegszer alkalmazták ezt egyfajta fedővádként forradalmárok esetében is. Sokszor teljesen alaptalanul, tehát végeztek ki embert fegyverejtegetésért úgy nem is egyet, hogy nem volt a közelében sem fegyver, nem hogy a birtokában. A kémkedési ügyek egy külön érdekes szelet, ugyanis ezeknek a jó részét azt maga az államvédelem készítette elő, tehát a nyugatra menekült forradalmárok, vagy éppen simán csak távozók közül rengeteg embert beugrattak, akiket itthon már vártak, és mindenféle koholt váddal, vagy a kémkedés maga az úgy nem is volt lehetőségük kémkedni, még akit nem is fogtak el első percben. Volt olyan szervezet, ahol jóformán több besugó működött, mint kvázi nevezik így, hogy kém idézőjelben. Ezek a besugókról is azért érdemes annyit megjegyezni, hogy ők is zsarolással kényszerített forradalmárok voltak ekkor ebben a perben, de hát akadtak önkéntesek is szép számmal. Ugye a fegyverejtegetési ügyeknél külön volt egy ilyen rész, ahol haragost, szomszédot, nem tudom, régi családi ellenséget próbáltak meg feljelenteni, ellehetetleníteni, vagy éppen pénzt kizsarolni tőle, hogyha nem fizet, akkor feljelentik fegyverejtegetésért. Tehát ennyire zűrös és sötét időszak volt ez a megtorlás korszaka. A hatalom megtorló és megfélemlítő szándéka rendre felülírta a bizonyítékokat és a hatályos jogszabályokat is. Osztálybíráskodás aznak minden jellegzetességével, tehát többnyire ugye a munkás és paraszt származás előnyt jelentett, de ha éppen olyanja volt a bíróságnak, akkor kinevezték az illetőt lumpen proletárnak, és akkor már hátránya volt a származásából. A bizonyítékokat nagyon hanyagul kezelték, tehát ugye a lényeg az lett volna, hogy minden kétséget kizárólan ítéljék el az embereket, ahogy ma is ez a lényeg. Ezt gyakorlatilag semmibe vették a bíróságok.
ha nem is voltak olyan koncepciós perek, vagy nem annyi, mint a Rákosi korszakban, de koncepciós elemek, ferdítések, torzítások, vélelmezést elfogadtak tényként, manipulálták a szakvéleményeket, bizonyítékokat, ezek mindennaposak voltak. Egészen 61-ig, sőt még tovább is, mert kivégzésre már nem került sor, de 61 után is zajlottak azért még 56-os, illetve 56-os összefüggő perek. A forradalom utóvét harcait követően megfélemlítéssel hatottak az emberekre. Karhatalmisták részegen randadíroztak éjszaka, és aki az utcán volt, azt megverték, nagyjából így kell ezt elképzelni sokszor. Ugye egyre többen tűntek el, tartóztatták le, internálták, ugye érződött, ugye hallották az emberek, hogy na a szomszéd utcából is elvittek valakit, na a szomszéd faluból is eltűnt valaki, vagy éppen összeverve került elő, és ez ugye hatott sajnos a közhangulatra. A kutató elmondta, hogy sokaknál még mindig nem zajlott le a rehabilitáció. A perek felülvizsgálata még napjainkban is folyik. Sokaknak talán most jön el majd a megnyugvás ezzel, hogy a korábban gyilkosnak vagy éppen rablónak kinevezett felmenője, hozzátartozójára kiderül, hogy igazából koholt vádak alapján ítélték el, és mégsem volt az a rossz ember, akinek őt lefestették. Ennyi volt már a Közéleti magazin műsorunk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!